Több tonna zöldséget foglaltak le és semmisítettek meg a hatóságok a budapesti nagybani piac hételei ellenőrzésén. Az ellenőrök 200 liter külföldi tejet is kivontak a forgalomból, mivel a kereskedők nem tudták igazolni a termékek eredetét, ezzel veszélyeztették a fogyasztókat. Emiatt több milliós bírságra is számíthatnak. Vasárnap éjszaka több autóval egyszerre indultak a NÉBIH, a NAV és a kormányhivatal ellenőrei a budapesti nagybani piac átvizsgálására. Közösen ütöttek rajta az árusokon, több tonna zöldséget, gyümölcsöt és csak nem 2 hektoliter külföldi tejet foglaltak le. Mintegy 5,5 tonna, tehát 5500 kg bizonytalan eredetű zöldség, illetőleg gyümölcs került lefoglalásra és megsemmisítésre. Ez azt jelenti, hogy nem tudták hitelt érdemlően igazolni a kereskedők, hogy honnan származik ez az áru. A dinnyén kívül nektarint, lájmot, citromot, fejes salátát és burgonyát. Az Élelmiszerlánc biztonsági hivatal vezetője azt sorolja, melyek voltak azok a termékek, amikről nem lehetett tudni, honnan kerültek az árusokhoz. A legtöbb esetben a számla vagy a jelölés nem volt megfelelő, így az sem kizárt, hogy olyan növényvédőszerrel kezelték az árukat, amelyek veszélyesek lehetnek. Mivel a termék nem nyomon követhető, így nem lehet azt tudni, hogy akár valamilyen vegyszerrel, permetezőszerrel kezelték-e őket, és ezért kell minden esetben megsemmisíteni, hogy ne kerüljön a lakosság elé olyan élelmiszer, ami nem biztonságos. Targoncákkal hordták a több raklapnyi ismeretlen eredetű zöldséget és gyümölcsöt az aprítóba, míg a helyszínen azonnal megsemmisítették. Pénteken napközben csend volt a nagybanin. Itt évente 450 ezer tonna áru cserél gazdát, 5000 termelő és több mint 200 nagykereskedő fordul meg rendszeresen. A piac vezetői azt mondják, mivel ők nem hatóság, ezért nem is tudják kiszűrni a szabálytalan árusokat, de rendszeresen tájékoztatnak minden kereskedőt. Fórumokon készítjük fel őket azokra a jogszabályi változásokra, illetve jogalkalmazási követelményekre, amit be kell tartaniuk az árusítás során. Az ismeretlen eredetű termékek forgalmazói összességében több milliós bírságra számíthatnak.